Folytassuk is akkor a élelmiszer és vegyi áru eladót a gyakorlati dolgokkal, hogy mit érdemes tudni a gyakorlatban a sajtpulthon. Ugye sajtpult, amit itt is látjuk, ez például a Tesco-ba készült fénykép. Ugye látjuk, hogy itt vannak kihelyezve a sajtok. Ugye a pult mögött, ugye ezt mindenki elveheti, ez egy ilyen egész kör sajtokat ugye felszeletelnek több részre, majd egyesével ugye becsomagolják a sajtokat, és akkor különbe árazzák. Ezeket is mindenki választhat, hogy mennyi sajtot szeretne haza vinni. Illetve milyen mennyiség mekkora darabot, milyen fajtát. Hiszen, ha valaki nem akar megvenni egy egész nagy kör sajtot, mivel úgyis megromolna, Hogyha felbontja hamar, tehát nem tudná elfogyasztani. Ezért van az, hogy feldarabolják apró darabokra, és akkor sajtpultból mindenki választhat magának ilyen előre felvágott darabokat. Egyébként nagyon hasznos. Nézzük is akkor a, a sajtokat így röviden, hogy milyen fajta sajtok vannak. Tehát van az ömlesztett, van a vágó sajt van a penészes sajt, van jó sajt, van lágy sajt, van kemény sajt, van félzsíros sajt, van zsíros sajt, van kecske sajt, van gouda sajt, van light sajt, van mazdemer sajt, és általában amúgy a nyomonkövetése, hiszen kötelező a nyomkövetés, a HACCP, tehát minőségmegőrzési, illetve élelmiszerbiztonság miatt, tehát a HACCP miatt kötelező a nyomkövetési lap a sajtpultba is, ugye, az előre felvágott sajtoknál. Általában 6 nap a nyomkövetése. YouTube-ról esetében egyébként 5 nap, az kivétel. Tehát majdnem az összes sajt 6 nap, a jutúró pedig 5 nap a nyomkövetési laponja. Tehát addig szabad forgalmazni. Tehát öt nap múlva, hogyha YouTube-ot, mit nem viszik el, akkor emberi fogyasztásra alkalmatlan minősítést kell, hogy megkapja. Az összes többi sajt ugye hat nap. Ott hat nap után kell emberi fogyasztásra ö, alkalmatlannak minősíteni. Sajtoknál egyébként etikettet is kötelező kirakni nem elég, hogy ott van az áras hajt, amit 23 forint, most csak úgy mondtam valami, még a nagy etikettet is ki kell tenni, ugye, a pultból, hogy mit tudom én, kilója 1300 forint. És ugye ott vannak azon belül ugye az egyedi árcímkézések, mert ugye kiló ár alapján számolják ki, hogy mit én fél kiló, fél kilós sajtot vágtak ott össze, akkor nem 1300, mert persze egy kg 1300, csak ugye annak a fele hiszen fél kilo. De ugyanúgy kötelező az etikettet kirakni a sajtpultnál is. Tehát az etikett egyébként maga az ár, az ár címke. Például itt is látjuk. Tehát kötelező. Ö, és akkor még arról kell beszélnünk, hogy diétázóknak ugye ö, milyen... Ö, sajtot érdemes ajánlani, hiszen ott a sajtpult mögött odajön egy diétás hozzánk, és megkérdezi, hogy neki milyen sajtot szabadna ennie, akkor már rögtön ajánlhatunk is neki. Ilyen ez a tolle trapista light sajt. Tehát light sajtot diétázóknak és cukorbetegeknek is ajánlhatunk. Tehát nyugodtan fogyaszthatják a diétázók, egyébként itt a képből ki is derül hogy diétázóknak ajánlják ezt a light sajtot, illetve cukorbetegek is fogyaszthatják. Ez fontos információ, tehát ez fontos tudni. És nagyjából szerintem a sajtpultot, hogy sajtpultról így ennyi is lenne, ez a gyakorlati dolog, úgyhogy amit érdemes ugye tudni. Úgyhogy el is köszönnék, és további jó tanulást kívánok.